Az elmúlt évekhez hasonlóan a Méhecskék Sportegyesület szakmai stábja már augusztus folyamán megkezdi a célcsoport, vagyis a gyermekek futballedzéseinek szervezését. Azonban teljes létszám leginkább szeptember végére szokott kialakulni, mondta tévénknek szezonnyitó interjújában Faragó László, aki kifejtette, hogy a legnagyobb konkurenciát a számítástechnika fejlődő világa adja, hiszen a gyerekek olykor szívesen ülnek le a monitorok elé játszani. Ezért egész új edzésmódszerekkel, egész új pedagógia módszerekkel kell dolgoznunk, hogy vissza tudjuk csábítani a gyerekeket ki a szabadban meg a pályára. Mint minden évkezdéskor, úgy ezúttal is vannak olyan tervek és elképzelések, melyeket az Egyesület idén meg szeretne valósítani. Ezekre azonban jelentős hatással van a Magyar Labdarúgó Szövetség által hozott intézkedések, tette hozzá a Méhecskék elnöke. Például beadtuk a pályázatokat TAU ügybe, beruházásra csak az alközpontok kapnak lehetőséget, hogy pénzt gyűjtsenek, egyéb egyesületek nem, tehát ugye már itt az infrastruktúrális fejlődést ketté vágta gyorsan az MNS, és a másik meg az, hogy nekünk innentől kezdve előírások vannak, hogy mik azok, amiket meg kell tennünk, ahhoz, hogy pályázhassunk egyáltalán bármilyen labdarúgással kapcsolatos pénzzel. Faragó László az idei év kapcsán azt is elmondta, hogy a KFC ifista csapata papíron immáron Méhecskés irányítással folytatja munkáját, azonban ez nem azt jelenti, hogy a Méhecskék magáinak szeretné tudni a társklub, emelte ki Faragó László csapatát. Az IFI került át a Méhecskékhez, az IFI-t áthozni a Méhecskékhez, és így versenyeztetni, mert így kizárható az, ami a tavalyi évben is történt, hogy ezek miatt pont levonások legyenek. Sokat egyeztettünk a KFC vezetésével, hogy hogy volna jó, de az elég nehéz megoldás lett volna, hogy a KFC-hez kerüljenek át a kisebb csapatok, edzőkérdés, stb. Tehát elég széles körű annak a palettája, amit meg kellett volna oldani a KFC-nek. Így a Méhecskék a jövőben is vállalja azt, hogy megpróbálja biztosítani a megfelelő utánpótlást. Faragó László újfent kiemelte, mindössze papíron került a KFC ifi csapata a Méhecskékhez. Oda kerültek fiatal gyerekek a felnőtt csapathoz, és megint csak azt mondom, nagyrészt méhecskések. Ezekben a gyereknek nem bízni kellene. Ezeknek a gyerekeknek az kell, hogy érezzék azt, hogy mögöttük áll a város, mögöttük állnak a szurkolók. Lesznek jó meccseik, lesznek rossz meccseik, lesz, amikor nagyon kikapnak, lesz, amikor győznek. Ezt bele kell tanulniuk ebbe a rendszerbe.